Tehát a vizsgázók álljanak fel. Szeretném felkérni Dalos Gyula bácsit, örökös magyar bajnokot és a lovas ügyekért felelős kormány biztos urat, jól mondtam, remélem, hogy a zárszót, záró beszédjét legyen szíves, tartsa meg. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy láthattalak benneteket a vizsgán. De mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ti a lovas kultúrának azt az adrenalin szint növelő művészi ágát művelitek, amelyben igazi hőssé váltok. Olyan embertípust igényel ez a nagyon veszélyes, de csodálatos szakterület, akiknek a tekintete tiszta, a kimondott szava igaz, és maradandót kíván alkotni. Olyanokat, akiknek van istene, hazája, családja és hivatása. Ti ezt hivatásként művelitek. Soha ne hagyjátok abba. Lehetetlen nincs, és meg fogjátok oldani. Mindenki a legjobb tudása szerint versenyzett, és a verseny az nemzetet összetartó, felemelő és egészségben tartó erő. Köszönöm a szakág alapítónak, Tóth Szilárd úrnak, hogy ezt itt Gyirmóton megteremtette, mert maradandót alkotni a legnagyobb öröm. A Jóisten óvja, segítse és éltesse az ördöglovasokat, és további sok sikert kívánok mindnyájatoknak. Nagyon szépen köszönjük Gyula bácsinak, megtisztelő, hogy jelenlétével erősítette egy kicsit ennek a napnak a fényét. Tegye fel a kezét, aki jövőre is itt lesz egy év múlva, aki biztos benne, hogy vizsgázni fog újra. És ugye évente kell megújítani, valaki nem érti, a külföldieknek most fordítják le. Hát aki jövőre is biztos, hogy itt lesz, köszönjük szépen, örülünk nektek. És hát az ördöglovasoknak van egy harci üvöltése. Én leveszem a mikrofont, mert ettől tönkre fog menni a hangtechnik. 3, 2, 1, és! Köszönjük szépen, Gyula bácsi! Végeztünk. Jeleztek felém az adminisztrátorok és elnézést kértek, hogy a százalékok az oklevélen nem a teljes valóságot fedik, ugyanis ők a súlyozott százalékot írták. Hogy értsétek, mit jelent a súlyozás. A súlyozás azt jelenti, hogy az erőnlét a teljes vizsga értékben 20%-ot ér. A trükklovaglás 20%-ot ér, tehát ez a súlyozás. A díjlovaglás 20%-ot ér, ha ezt eddig összeadod, ez 60%. Aztán az akrobatika, az elmélet 10-10%, tehát az eddig már 80%-nál jár. A ló-lovas kapcsolata szintén 10%, tehát ez a pálya a súlyozásba, és a hajlékonyság és az etikai része az 5-5%. Így áll össze a 100%, és ebből kellett 62%, vagy 61-et pontosan, ugye 62%-ot annak kell elérni, aki 2022-ben teljesítette az ördöglovas címet, és most úgymond védi a címét. Tehát címet védeni 61%-kal minimummal nem lehet, csak 62-vel. Aki viszont még nem ért el ördöglovas címet,
észreléti állásban megbírtok állni kicsit? Még azt az utolsó pár percet bírjuk ki. Megyek sorba. 20,35%-kal gratulálunk Kriskó Fanninak. Gratulálok! -kal Kovács Una. Gyere. Majd utána 28,3%-kal Nemsic Nóra. Kicsi hangot még adhatsz rá. Gratulálok. Jó, majd Viktornak mondom, aláírás nélkül ne menjetek el, gyorsan aláírom, jó? Gyere Nórám. Gratulálok. Aztán azért jó, hogy itt maradt. 28,58-al kezdte Réka. Ne felejtsd el, Réka. Egy dolgod van, és erre itt volt a példa Szabina, hogy akárhányszor letérdelsz, úgy érzed, hogy nehéz újra feladni. Oké? Parancsolj. 28,6%-kal. Jó van, fiam, alakulsz. Jankó Győre Benedek. Gyere, futás. Ez egy folyamat. Tudna róla véglemente mesélni, ugye? Meddig tart, amíg sikerül. Gratulálok. 29,6%-kal Hegyi Hanna. És őt követi 30,77%-dal Csáktornyai Panka. Mondom, aki megvárja, aláírom a portleveli diplomáját, gratulálok. Majd 31,35%-kal gratulálok Bozsik Tihamér. Gyula bácsi kedvence voltál ma, ezt mondta a vakmerő férfiú. Gyere Tihamér, a tiédet már alá tudom írni. Elnézést. Gratulálok! 31,63%-dal Kishegyi Dóra! És őt követi 32,44-el Szabó Tünde. Gratulálok, Dóri! Parancsolj! Tünde megérdemel egy külön tapsot 6 kilométernél. Én nem voltam benne biztos, hogy befejezi, de befejezte, és ez volt szerintem a legnagyobb. Meg azt így rajtod el. Gratulálok is azt, hogy... 32,77-tel anyát kicsit lekörözte kis Zsejke. De hát így kell példát mutatni. Vannak itt még szülők és gyerekek, akik együtt vágtak neki ennek. Gratulálok, Zsejke! 38%-kal a vérem, Tóth Noé, unoka, öcsém, öcsém, fia, Isten hozott itt nálunk, remélem sokáig maradsz, gratulálok. 38,73-mal Solti Kiara. Egy tünemény, egy végtelenül alázatos hölgy, még a pillantása is szerint. Gratulálok, kisasszony. 40,12%-kal Lőcsei Viktor. Amit leginkább tisztelek benne, hogy tudja azt mondani, hogy ezt most nem. 47,03-mal megyünk fölfelé, Mattes Livius. Gyere, Livius fiam. 49,74%, Boros Anna. Gratulálunk!
De aki tavaly vizsgázott, az ott van az előző éves, látja, hogy javított-e vagy sem. Gyere, Anna! Gratulálok, kisasszony! Kicsit bátrabban néha. 51,33%-dal Horváth Róbert. Külön tapsot megérdemel az apuka. A példát mutat sok szülőnek. Egyik edzőpartnerem. Ezért mondtam neki, hogy emlékezzen, amikor nehéz, amikor velem kellett edzenie. Az én súlyomat cipelte. Gratulálok! 53,13%-dal őt követi, vagy előtte van, bocsánat, nem követi, Morvai Máté. Máté, aki még nem döntött el, hogy ördöglovas lesz-e vagy sem. Nem lesz-e? Nem bírja a lábad, de mi a baj? Igen? Nem szabad ezeket feladni. Gratulálok, Máté. 53,56%-dal Isten hozott kislány Márton Panna. Gratulálok! Közeledünk ez a 60-hoz. Rudikár Maja. Évről évre fejlődik a kisasszony. Én egy picit több tüzet szeretnék látni, és akkor még a végén meg lesz. Gratulálok! 55,71%-dal új jelölt megy fölfelé, Peró Stella. Gratulálunk! Gratulálok, Stella! 55,8%-dal kicsit többel. Gyula bácsi csak azt mondta, ez a lány tud lovagolni. Az erdélyi Amazon, Márton Eszter. Azt mondja, Eszter, neki már mindenhol fáj minden, ugye? Az biztos, azt mondja. Gratulálok, Eszter. 58,16%-dal, gondoljatok velem, mert csak alig 3%. Kócs Péter, újabb apuka, szintén elszánt harcos. Gratulálok, Péter! 2 Ki emlékszik arra, hogy az elején, Balázs, emlékszel rá? Itt mondtam, hogy hánynak fog sikerülni a vizsga. Kérlek, ne válaszolj rá, ne mondd meg. Mondtam egy pontos számot. Pont annyinak sikerült. Miért? Mert én így éreztem. 15-öt mondtál. Ugye azt szokták mondani, hogy többen voltak a listán, akikben benne volt, de amikor belenézel valakinek a szemébe, akkor látod, hogy ott van-e az a plusz, az a tűz, amikor annak idején repett lábbal, vesevérzéssel, sorolhatnám még, mivel álltunk ugye újra fel, és indultunk el a bemutatón, amikor már mindenünk fájt, és csak Eszternek mesélem, Márton Eszternek, hogy annyiszor éreztük mi ezt, hogy más egy porcikány nem kívánta, hogy újra odálljunk, de aztán megtettük. 2017-re emlékszik valaki? Dóbiás, Hanna és a többiek. Hanna annyit futkározott, hogy velem közölje, hogy álmodott valamit. Nem emlékszel rá, hogy töröljem le a kápát. Mert rossz érzése volt. És
engem keresett égen földön, töröljem le a kápát, szakadt az eső. Szombat este közölték velünk, hogy mindenkinek kifizetik a gázsiát, nem kell fellépni, mert a pálya életveszélyes a Nemzeti Vágtán 2017-ben, de azt mondták, hogy azért örülnének, ha legalább a bemutatós csapatok közül valaki bemenne, mert ott állt a közönség esernyővel. És az én szüleim és a családom nem szokott engem megnézni, mert nem szívesen nézik, akkor képzeljétek el, eljöttek. Nem tudtam róla. Egyszer csak csörög a telefonom, hogy itt vannak, és menjek oda gyorsan, mert hogy leülnének valahova. Mert akkor én végigmásztam azon a bizonyos palánkon, mert lecsúszott a kezem, tehát a Hanna megálmodta, én meg teljesítettem az álmát, és vágta közben elhagytam Sakirát, mert egy fogásnál kiszakadt a fogás, és nekivágottam a palánknak, és az egész bal oldala, pont aki tudja, másnap nem bírtam kikelni az ágyból. Tiszta bevérzés volt, vért fizeltem, mondhatnám még, hogy mi történt, de nem akarom. Inkább mondom az eredményeket. De újra felálltunk. 60,44%-gal, tehát egy kicsi kellett volna még, nem sikerült megvédeni a címét Boros királynak. Sajnálom. De én tudtam. És ő is szerintem. Tavaly több volt a tűz. Most több volt a bizonytalanság. Gratulálok. %66,81 Megvan a szint. De van nullás eredmény. Ne felejtsétek el. Ördöglovasnak nincs nullás eredménye, nem is lehet. És tudtam, hogy neki se fog sikerülni, éreztem. Szabadalmi. Nem tudtam most megvédeni a címét, remélem újjuk erővel, jövőre megvédi. Volt ilyen már. Gyere, Dalma. Ne felejtsd el, hogy várunk. És sajnos nála is éreztem, nem tudtam, bíztam benne, hogy nem így lesz, de éreztem. És amikor én mondtam azt a számot, hogy hánynak fog sikerülni, úgy gondoltam, hogy bárcsak ne ő legyen. Tavaly a legmagasabb eredményt produkálta, most a kórházba fekszik. 72%-ot teljesített, 72,62%-t. De nullás eredményt produkált ugye a futásnál. Nagyon régóta küzd a lábaival, fájdalmai vannak. Viszont az a baj, hogy a fájdalom elég volt ahhoz, hogy elveszítse a bizalmát. És én szombat reggel a szemébe néztem és láttam, hogy elvesztettem. Montes Dorina, Lévius légy színes, gyere és vedd át a nővéret a kevelét. Nem tudta megvédeni a címét. Reméljük az egészsége az rendben van, a lelkét meg majd helyre tesszük. Mondd meg neki, hogy imádjuk, szeretjük. Kicsit pihenhet, aztán folytatjuk az edzést. Következő. A hétvége legkeservesebb sírását hallottuk tőle. Én tudtam, hogy miért, és ő is tudta, hogy miért. 74%-ot teljesített a kicsi lány. 74-et, bőven meg lenne. De a húzóckodás nem ment, és nullás eredményt produkált. Gyere, drágám, Herceg Léna! Most nincs meg, de jövőre biztos meg lesz. Gratulálok, és már mosolyog, és ez a lényeg. Megbeszéltük mi ezt már, ugye? Nincs ezzel semmi baj. És szülőknek megígértem, hogy megpróbálom tudásomhoz mérten legjobban felkészíteni a gyerekeket. Pont 61%! De nem volt még címe, tehát ez most jár neki. Bart Anna!
a legkisebb. És én nem láttam az eredményeket, csak éreztem. Bogdán Bogi! 68%. Most ő az, akire haragszom, és ezt ő tudja, mert ennél én sokkal jobb. 68% Szabó Dorina. Nem azért bíztam rád az utánpótlást, mert nem bízom benned. De a vezető példát mutatsz. Gratulálok. Mondtam, nem kesztyű van rajta, csak nincs bőr a tenyerén. Egy pillanat, a tiédet még nem írtam alá. Gratulálok, kisasszony. 71%, és ma, amire büszkék lehetnek a szülei, a legjobb elméleti anyagot produkálta, a legjobbat. Kente vágta előre, hátulról, villámgyorsan, teljesen tiszta fejjel. Orosz Áron. Gyere Áron, fiam. Szintén ördöglovas címbirtokos. Gratulálok, Áron. Ez az érdek, köszönöm. Köszönöm. Valószínűleg elfáradt. 72%, és most már stabil az eredmény. Sokat jön a tesó. És ugye erről beszéltem, amikor anya egy 5 éven keresztül bőgött nekem, hogy meg kell alapozni valamit rendesen, és akkor onnantól kezdve stabil marad. Nem a prancot, nem nyugodtam annyit. Az is bőgött. Bőgtetek ti mindannyian, bőgtünk mi együtt is. 72% véglevente. Gratulálok, Levi. Így tovább. Most jön egy meglepetés. 73%-kal a szemét láttam már tavaly is, hogy egy elvetetült, elszánt lélek, de tavaly még nem volt rá készen, idén most sikerült. Kustos Lili, a pónisok közül. Futásnál már tudtam, hogy meg lesz. Ott már nem lehetett agyonütni se. Ő már így készül. Gratulálok. Egy-egy százalék különbségek vannak, gyerekek, nem sok. Csak hogy tudja, hogy nem haragszom rá, csak egy kicsit. Óbiás Anna. Ugye műtét után visszatért, visszaszerezte a címet, hogy újra büszkén viselheti. És jobb lett így van, mint 2 évvel ezelőtt. Mert rendben volt a fejed azért. Azt szokták mondani, hogy rendben van a fej, a test majd követi. Meg ha a szív is ott van a helyén. Újabb 74%-kal. Mondom, a hétvége másik kedvencem, Partana mellett, Edl Sabina. Volt idő, amikor azt hittem, hogy elvesztem. Annyit hisztizett. Fú. Volt, igen. Gratulálok, kisasszony. Szintén, mint a Leventénél, az erős gyökerek nagy fát bírnak el.
Tavaly ráharagudtam a legjobban, és ezt ő tudja. De akkor is bíztam benne, és tudtam, hogy visszatér. Ugye térsérülés után ő volt az egyetlen, aki szakadt térdre, végigcsinálta a szezont, mert már mindegy volt a szalagjának, mert felszívódott, magyar egészségügyi elnézést kérünk. Elfelejtették észrevenni, hogy elszabadt a szalagja. 75%-kal Kolonit Szófia. Gratulálok. Szintén 75%-kal rá is haragszom egy kicsit, mert többre képes. Csak még nem döntötte el, hogy még több kell, igen, a mester és tanítványai, Tamás, Udikár Tamás. Ugye vannak határok, amit tett, vagy átlépünk, vagy nem. Gratulálok. Tudom, van ilyen igen mindenkinek, hogy a meló, meg a család, meg a nők. Szintén 75%, tavalyhoz képest erősödött a bizonyítványa is. Remélem most nem sérült meg, csak egy húzódás. Pós Dorina! Elgódj, hívom az doktor urat, megnézetünk. Reméljük csak fáj egy kicsit. Vagy egyre jobban fáj. Ha? Gratulálok! Többet ilyen buliban nem jövök itt nekiből. Következő 80%-ot teljesített. 80%-ot teljesített. Rengeteget beszél. Hú, mennyit beszél. Mindenki tudja, kiről van szó. De rengeteget változott. És emlékszem, mikor ide került hozzánk, azt mondták róla, hogy hát nem egy könnyű eset. Horváth Hunor! Nekem azt szokták mondani, aki sokat beszél, keveset figyel. Keveset beszél, több figyelem. Gratulálok! 82%! Szintén ugyanaz vonatkozik rá, mint egy-kettőre, hogy hosszú évek alatt megalapoztuk a stabil teljesítményt, és tartósan egyre erősebb, egyre jobb. Bodnár Dorina! Gyere csak, ez a lépcső már a vége, ami. Gratulálok is, asszony! Három oklevél maradt a kezembe. Van egy oklevél, amit be kell, hogy mondjak, és lehet, hogy hallja. Szóltatok? Aláírom. Jó. A százalékot ráírom. Mondom az eredményeket, jó? Érdemes figyelni. Erőllét 0%. Trükklovaglás 0%. Díjlovaglás 0%. Lólovas kapcsolata 0%. Akrobatika 0%. Hajlékonyság 0%. Elmélet 0%. Etika 100%. A vizsga végeredménye 100%. Úgy hívják az illetőt, hogy Farkas Enikő, az oldalt. A Farkas Enikőnek hagyott egy kicsit, úgymond a csapat mellett. Erről a bizonyítványról én nem tudtam. Úgyhogy ezt majd átadjuk neki. Nem tudok gratulálni, mert most is a gyerekeimre vigyáz. Meg fognád, Miki. És jöjjön a következő eredmény.
nem tudom, mi motiválja jobban, de az utóbbi időben egyre többször árulja el minden áron a szeretné a mestert lefülözni. 86%-kal Szeli Mátyás. Miért el a legmagasabb eredmény? Gratulálok, Matyi. Szeretnélek valamire megkérni. És ne menj el. Tehát ő ért el a legmagasabb eredmény, de még van egy oklevél a kezemben. Egy oklevél van itt. Kérjük szépen, hogy fáradjon fel a színpadra. Az ötödik sikeres vizsgája után Etlő Alexandra. ...77%-ot teljesített. Gratulálok! Az okleveled. És nem látszik, de szeretném átadni. Ez a kard, ami neked készült, a Puma bele van gravírozva a végébe, tehát ez a tiéd. Nem hiszitek el, ez a második kard, mert az első, amikor elkezdtem és megkaptam, nem tetszett. És mondtam, hogy ez nem az, amit én át szeretnék adni, és szóltam, hogy csináljanak egy másikat. És a másik kard képe jobban nézett ki, úgyhogy tedd el emlékbe, ez fegyver, tehát nem bemutatós, lehet vele, nincs kiélezve, de ez egy rendes fegyver Kovács által elkészített kard. Fogad szeretettel egy fotóra a többiek felé emelt fel. És hogy az élet nem olyan könnyű, szeretnék megosztani egy hírt. Ugye Szandrának van egy szobor is, ami jár hozzá, ami majdnem elkészült. A mester, aki készítette, meghalt. A lényeg az, hogy hamarosan meg fogod kapni, de nem tudtuk most elhozni. Jó, tehát meg fogod kapni ezt a kis apró szobrot. Készen van a talapzat, készen van a gravírozás, készen van a figura, de nincs összerakva. Nem volt már, aki összerakja. Úgyhogy minden megvan, hamarosan megkapod. Jó? Ugye, remélem egyre többen fogtok majd itt állni. Ez annyit jelent, hogy 5 év alatt minden vizsgán itt volt, nem hagyta ki, és minden vizsgát teljesítette, ugye, címmel. Következő évtől jönnek majd a többiek is, mert egyre többen jönnek a háttérbe, remélhetőleg egyre többen lesznek, és ugye azt kell tudni, hogyha meg lesz a tizedik, akkor a csikók közül választhat majd egyet magának, ami az ő lova lesz majd. Reméljük, hogy a következő évben még valahol itt marad, és megbírja beszélni a pasiával, hogy a gyerekvállást tegyék kicsit későbbre. Gratulálok, kisasszony! Nagy tapsot kérek a hölgynek! Én ezzel a 2023-as ördöglövas vizsgát bezárom. Még egyszer nagy tapsot kérek az erdélyi vendégeknek, a délvidéki vendégeinek, és természetesen a győrieknek, a helyieknek. Köszönjük a szülőknek a támogatást, hogy kibírták, eddig itt voltak velünk. Mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok, a stábnak is, a lovaknak, mindenkinek. Ha valaki igazolást szeretne holnap, mert nem akar iskolába menni, az szóljon, mert nem tudom, hogy van-e előre legyártva, de ha kell, van, ki is van osztva. Mindenkinek jó pihenést kívánok, sziasztok! Köszönöm a technikusoknak,
Balázsnak, Tiboréknak, Gabinak, aki itt volt velünk végig, illetve a fotósoknak, kísértek bennünket ezen a hosszú úton.